Vendégünk a stúdióban Takács Koltai Anna. Szia! Sziasztok, köszöntök a nézőket is! Nem biztos, hogy sokan ismerik Varga Béla nevét, pedig rendkívül gazdag életútja volt. Te hogy találkoztál az ő történetével, és hogy ihletett meg téged? Amikor először elolvastam az első kötetet, amely az ő életéről szól, ez tulajdonképpen egy mély interjú kötet, amelyet Kaproncai Károly történész készített Varga Bélával, akkor egy olyan hihetetlen izgalmas életút tárult elém, amely annyira sok fordulattal van tele, amelyen keresztül nem csak egy embernek az életútját lehet bemutatni, hanem gyakorlatilag majdnem a teljes 20. századi magyar történelmet lefedi. Tehát van benne a két világháború közötti időszakból, van benne nagyon vastagon a II. Világháború alatti történésekről, különös tekintettel a lengyel, francia és zsidó menekültek megsegítésében folytatott munkáról, de van benne nagyon sok minden az ezutáni, a háború utáni zűrzavaros időszakból, a kisgazdapárt hatalomra kerüléséből, aztán pedig a kommunista hatalom átvétel időszaka is megjelenik, aztán a hidegháborús időszak, hiszen ő 40 évig New Yorkba kényszerült emigrálni, és aztán van a végén egy nagyon boldog fordulat, a rendszerváltozás időszaka, hiszen hazatérhetett a szabad Magyarország. Hát igen, azért ilyen hosszú az ő története, mert hogy 92 éves korában hunyt el, egészen elképesztő. Ugyebár Balatonbogláron látta el a papi hivatását, egyrészt ezért is volt számára fontos ez a hely, de még mi minden történt ott? Ez egy nagyon fontos helyszíne Varga atya életének, és a történelemnek is, és tulajdonképpen nem csak a magyar, hanem a lengyel történelemnek is, hiszen Balatonboglár volt az a helyszín, ahol az atya aktívan részt vett a II. Világháború alatt ide áramló, ide özönlő rengeteg lengyel menekült megsegítésében. Nagyon sok civil és nagyon sok katonai menekült is érkezett, és Varga atya volt az, aki nem csak megfelelő körülményeket biztosított az ő számukra, tehát lakhatást, és azt, hogy ő elszállásolta őket, és élelmet kaptak, hanem nagyon fontos, hogy Európában ez volt az egyetlen hely, ahol lengyel nyelven, anyanyelven tanulhattak a menekült diákok. Tehát gyakorlatilag... Külön nevet is kaptak, Boglárcsiknak. Így van, ők lettek a Boglárcsikok, így hívjuk azokat a lengyel diákokat, akik itt Balatonbogláron szereztek érettségi bizonyítványt, és az atya megszervezte titokban, nagyon nagy ellenállásban, ellenszélben, de meg tudta szervezni az iskolát, lengyel tanárokat toborzott, úgyhogy nagyon hálás a lengyel nép neki ezért, hiszen nagyon fontos ez az innen kikerülő diákok, később ugye a lengyel értelmiségnek nagyon fontos tagjai lettek. Viszont sajnos most már egyetlen Boglárcsik sem él, de a leszármazottaikkal tudtál találkozni, kiutaztatok Lengyelországba, merre jártatok, és hogy tudtátok egyáltalán megtalálni őket? Így van, talán Lengyelországban még jobban is ismerik az atya nevét, talán éppen ezért, mert nagyon hálásak neki a háború alatti munkájáért, és a legtöbb Boglárcsik Krakó környékén telepedett le. Úgyhogy Krakóban jártunk, és ott felkutattuk azokat a személyeket, azokat a leszármazottokat, mert ugye, ahogy mondod, már nem él olyan diák, aki ott tanult, de nagyon tudtunk interjút készíteni több olyan családtaggal, akik elmesélték az ő szüleik, nagyszüleik történetét, nagyon megható történetek voltak ezek, és hát a filmben egyébként a sok lengyeles történész, Mitrovics Miklós, Kisgyé Csaba, vagy Kaproncai Károly mellett Jeszenszky Géza volt külügyminiszter is, megszólal egyházi személyek is, Veres András püspök úr, vagy Udvardi György érsek úr, és hát emellett ez egy nagyon fontos momentum, hogy azt szerettem volna, hogy ez a film, ez ne csak az a klasszikus dokumentumfilm legyen, ahol interjúk és nagyon értékes archívanyagok váltják egymást, hanem dramatizált jelenetek is helyet kapjanak, úgyhogy játékfilmes jelenetek illusztrálják az atya életének fontos momentumait. Ebben Mátyási Áron rendező volt a segítségemre, ezeket ő készítette, nyilván ez egy közös munka eredménye volt, és Jászberényi Gábor, aki Varga atyát alakítja, zseniális színművész. Úgyhogy megjelenik például akár ez a balatonboglári templom, amelynek a környékén ő megszervezte a lengyel menekültek számára az iskolát és a lakhatást, de megjelenik például az emigrációs időszakból is több jelenet. New Yorkban ő lett, aztán később, amikor a Rákosi hatalom elől oda kényszerült emigrálni, ő lett a magyar emigráció vezetője, úgyhogy ez is egy nagyon fontos része az életének, és hát tényleg ez egy nagyon, talán a legfontosabb pont, és a legtöbben talán Magyarországon onnan ismerik, hogy 91-ben, amikor a rendszerváltás után az első alakuló ülés volt a parlamentben, akkor Varga
atya hazatérhetett a Szabad Magyarországra több mint 40 év után. Ez egy nagyon fontos és felemelő pont volt számára, és jelképesen átadta a stafétát, hiszen ő volt a nemzetgyűlés elnöke korábban, átadta a stafétát az új politikai vezetésnek. Tényleg nagyon sok mindent elmeséltél róla, de egyébként így a politikai tevékenységéből mi az, amit leginkább kiemelnél? Már néhány dolgot kiemeltél, de mégis mi volt a legfontosabb törekvése? Gyakorlatilag akár az egyházi munkájában, akár a politikai munkáját nézzük, mindig arra törekedett, egyébként a Kisgazdapárt tagja volt, és amikor a Kisgazdapárt 45-ben bekerült a többséget szerzett a parlamentben, akkor ő lett a nemzetgyűlés elnöke, ugye ez a mai házelnök titulusnak felel meg. Gyakorlatilag mindig arra törekedett, hogy a különböző nézőpontú, a különböző vallási felekezetű, különböző gondolkodású embereket összehozza. Egyfajta hídember volt. Így van, a jó ügy és a közös érdek és a haza érdekében természetesen a szélsőségeket mindig maga mögött hagyva, tehát mindig erre törekedett, szóval ez egy nagyon jó és nagyon szép üzenet, és ez végigkísérte gyakorlatilag az életének minden részét. Már volt egy díszbemutató utáni lengyelországi vetítés sorozatotok, de mikor, hol láthatja a közönség a filmet? A nagy széles közönség most először október 9-én láthatja majd a Dunaworld csatornán a filmet este, az utolsó elnököt, de szervezünk több magyarországi és lengyelországi vetítést még. Most pont ezen a héten derült ki, nagy örömömre szolgál, hogy Gdansk mellett van egy történelmi filmfesztivál, meghívást kapott oda októberben, úgyhogy visszük ki még Lengyelországba is, de lesz Kaposvár ott, Szegeden, szervezzük Győrbe, Veszprémben, úgyhogy szeretnénk nagyon sok vetítést úgy, ahogy lehet esetleg találkozni a közönséggel, és közönségtalálkozókat, beszélgetéseket szervezni köré, úgyhogy most ez az útja a filmnek, de hát október 9 az, amikor a televízióban is látható. Nagyon gratulálunk hozzá még egyszer. Igen, köszönjük szépen, hogy itt köszönjük voltál. Szépen.